Néhány napja Magyar Kupa bronzérmet nyert az Utejékkorong csapata. Üdvözlöm Önöket! A mai adásunk a hokisokról fog szólni, és arról az útról, amit a sportág újpesti képviselői idáig tettek meg. Kezdjük azzal a felvétellel, amikor először jelentették ki a csapatról, hogy számolni kell velük, és egyáltalán nem tartoznak a futottak még kategóriába. Április óta vagy az Utejékkorongozóinak a vezetőedzője. Első buta kérdés. Hogy érzed magad Újpesten? Köszönöm, jó, hát én itt nevelkedtem. Gödön nőttem föl, anyukámék ott laknak még mindig, tehát igaz, hogy Fehérváron lakom, de végül is vannak itteni gyökereim. Jól érzem magam, köszönöm. Hogyan kerültél a lilafehérekhez? Jani keresett meg tavaly szeptemberben, Dunaújvárosban nem újították meg a szerződésemet, és egy évet én nem akartam a hokival foglalkozni, vállalkozásaimmal foglalkoztam volna, illetőleg egy kis pihenés, horgászat, vitorlázás, de a hobbira meg a családra több idő lett volna, és a Jani szeptemberben keresett, hogy az Ebelben a junior csapatot kéne vinni. Hát olyan október közepéig rágottam rajta, és hát a régi kapcsolata, milyenki játszottunk egy sorba, úgyhogy igen mondtam, azt sem bántam meg, nagyon jó tapasztalatszerzés volt, egy jó nívós liga, az Ebel junior liga, jól szervezett liga, megismertem néhány tehetséges fiút, aki most itt van velünk a felnőttben, és akkor onnan szezon végén jött ez az ajánlata, hogy a felnőttet kéne tovább vinni. A nyári alapozást már együtt végezted a csapattal, te irányítottad a csapatot. Milyenek a srácok? Én azt gondolom, fizikálisan erősebbek jóval, mint voltak. Tehát jégkorong specifikus felkészülést végeztünk. Három részre bontató, ez volt egy 8 hetes felkészülés május 5-től június végéig együtt. Utána 4 hét jött a következő 5 hétből, 4 hét munka volt egyénileg, megírva az edzést személyre szabottan, és egy hét volt a nettó pihenőjük, azt oda tették abba az 5 hétbe, amikor akarták, és a harmadik pedig a augusztus 4-től már jéggel kombinálva egészen szezon kezdésig. Sok tesztnek vetettük őket, talán mértük őket folyamatosan, és én azt gondolom, hogy nagyot léptünk előre fizikálisan. Ez a meccseken az állapotunk, ez vissza is jön most már. Elengedlek lassan a srácokhoz, hiszen edzés folyik, nem akarunk zavarni. Egyetlen egy kérdés. Milyen lesz a csapat, amikor úgy teljesen összefor? Hát én azt gondolom, hogy egy csapat soha nincsen kész. Tehát minden nap jobbnak kell lenned, mint amilyen tegnap volt. Tehát a kulcskérdés számomra az, hogy fejlődjünk, tanuljunk, mert fiatal a csapat, tanuljunk. Nagyon komoly légiósaink vannak, őtőlük is lehet tanulni. Tanuljunk az edzőktől, és állítsák magukat minden nap kihívás elé, hogy jobbak legyenek holnap, mint amilyenek ma voltak. Akkor én elégedett leszek. Korong, ez egy lassú passz. Nyom, zár. Tengely, zár, tengely kicsit mélységre. Ez az ember viszi a korongot, és ide szépen kicsipeli. Tehát a lényeg az, hogy lezárjuk. Amikor tavaly beszélgettünk, csak annyit mondtál, hogy néhány hónap múlva térjünk vissza majd a csapathoz, hiszen nagy tervekkel és nagy célokkal álltál elő, de nem árultál el semmit. Most viszont azt látod, hogy alaposan megváltozott a csapat, tehát a célok lassan teljesültek? Igen, hát egy kicsit visszamennék a időben, ugye ezelőtt 4 évvel úgy indítottuk újra a csapatot, hogy csak fiatalok, külföldiek nélkül, egy 3 éves terv volt. Egy kicsit tovább csúsztuk, ugye 4 év lett ebből, de hál' Istennek a UTEA klub tudott segíteni rajtunk, és 5-6 darab külföldi játékost tudtunk hozni. Meg tudtuk erősíteni, így legalább a magyar játékosokat is, 2 magyar játékost hoztunk. Ugye, mert tudtuk, hogy a célok azok nem az, hogy most ne az utolsó helyezettek legyünk, hanem mindenképpen rájátszásba szeretnénk kerülni. Hál' Istennek nagyon jól sikerültek a külföldi igazolások, amit tudja mindenki, aki ebben a sportban, vagy bármelyik sportban él, hogy nagyon nehéz, kicsit zsákba macska. De úgy néz ki, hogy talán nálunk vannak a legjobb külföldiek. Remélem, hogy az első 6 ugye a rájátszás, de nagyon remélem, hogy a 4 környékén oda tudnánk érni. Ugye most már elmondhatjuk azt, hogy nem úgy, mint az elmúlt években, hogy nem a futottak között szerepel az Újpest, hanem bizony gyönyörű eredményeket ér el.
ha csak arra gondolok, hogy az elmúlt időben, hetekben kétszer is legyőztük a Ferencváros. Igen, azért azt tudjuk, hogy az új újpestiek, azaz a régi újpestieknek nagyon-nagyon örömet szereztünk magamnak is, de nagyon rég nem tudtuk elvenni a Ferencvárost. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon nagy plusz tud adni a itteni újpesti nevelésű játékosokba, mivel van 7 darab olyan újpesti játékost, akik máshol nem játszott, csak itt Újpesten. Úgy gondolom, ezek átérzik ezt a helyzetet, és úgy gondolom, a szurkolókat is vissza tudjuk ezekkel a játékokkal és ezekkel a győzelemmel, ne jegyél meg, győzelemmel visszahozni a lelátokra. Hát bizony itt félek, mert föl kellett volna vennem egy bukós isakot, de hát csak megmaradunk élve, mert mégiscsak szeretjük a sportot, és szeretjük az út a hokisait. Azt azért ne felejtjük el, hogy elég hullámzó egyelőre még a csapat teljesítménye. Most nem akarom mondani, hogy éppen néhány nappal ezelőtt itthon belefutottunk a Debrecen ellen egy vereségbe. Én azt gondolom, hogy azt be kellett volna húzni, vagy rosszul látom? Igen, ezt tudni kell azért, hogy ugye ez egy a felébe új csapat, és nagyon még függük az idegen légiósok játékára. Nagyon figyelnek az ellenfelek, nem jött nekik úgy össze, ugyanúgy megvoltak a helyzetek, de a kapufáról nem bement, hanem kiment. Ugye lehet egy szerencsére fogni, úgy gondolom, hogy itt a magyar játékosoknak kellett volna egy kicsit a vállukra venni a egész terhet, és sajnos pont ebből, ezen a mérkőzésen nem a legjobb kapus teljesítményünk volt, ami sajnos ilyen nagy arányú veszteséget tudott okozni nekünk, de úgy gondolom, maga egységben a csapat jó. Belefutottunk egyszer egy nagy vereségbe, egy Miskolcon, most Debrecenbe, de a kis apró meccseket meg tudjuk nyerni, és a védekezésünk jobban összeáll. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat nagyon jó helyet tud elérni, amit előbb is mondtam. A másik nagyon sok mérkőzés van, még szerintem 35-40 mérkőzés van, itt nagyon az elején vagyunk még. Amikor elindultatok a bajnokságban, akkor gondolom a vezetőség, az edzők és mindenki, akár a játékosok is egy bizonyos célt kitűztek maguk elé. Lehet erről hallani valamit? Elméletileg a négybe jutás lenne a cél, de ugye először a rájátszásba kell bejutnunk az első hatba, és olyan a MOL Liga kiírása, hogy az első hatban, amikor meg lesz, utána a rájátszás úgy kezdődik, hogy az első két csapat előnyerő, csak a harmadik játszik a hatodikkal, a negyedik az ötödik helyezettel, és abból a két győztes útban a négybe, tulajdonképpen ez lenne a cél. Kimondhatjuk azt, hogy az UTE, az Újpest hoki csapata most már hosszú távra tervez? Reményem szerint igen. Nagyon sok függ attól, hogy amit évek óta mondom, hogy a külföldi játékosok. Hogyha arra az anyagi fedezet meg lesz a szakosztálynak, én úgy gondolom, nagyon sok örömet tudunk évekig szerezni a szurkolóknak, főleg azért, mert még mindig a legfiatalabb csapat vagyunk, és főleg, amit el is mondtam, hogy 7-8 újpesti nevelésű játékos, aki tudjuk azt, hogy bármilyen mérkőzésen ezt a kis plusz kell adni, ők meg tudják adni a szívet, a lelket, és tulajdonképpen a másik forradó mérkőzést ezért is nyertük meg. Eddig álmokról beszéltünk, tehát korábbi években álmokról beszéltünk, most már azt kell mondani, hogy az álomból lassan valóság lesz, de mi kell ahhoz, hogy az igazi valóság legyen? Mi hiányzik még? Hát ahhoz kell, én úgy gondolom, hogy ugye lépcsőfogokat meg kell járnunk, egyből két lépcsőfogot, vagy hármat nem lehet ugrani, vagy szerencsével, azért, ahogy elmondtam előbb, hogy a fiatal a csapat, nekik kell még egy 2-3 év tapasztalat. Ugye nem csak azért jó a külföldi játékos egy csapatnál, mert húzza a csapatos és gólokat lő, hanem edzésen és meccsen tanul a fiatal magyar játékos tőlük, és egy-két év alatt ugyanazt a tapasztalatot meg tudja szerezni, ezáltal jobb játékosok lesznek, és úgy gondolom, akkor lehet arról álmodni, hogy mint régen a 80-as években, hogy bajnokság, meg gondolom, merre gondolták. Vannak játékosaink, tenni akaró vezetők, eredmények is már, lassan visszatérnek a szurkolók is. De ahhoz, hogy itt hosszú éveken keresztül jó csapat legyen, kell az utánpótlás is. Jönnek a gyerekek hokizni Újpestre? Igen, hát itt tudni kell, hogy Magyarországon úgy tudom, hogy a másik-harmadik legnépesebb klub vagyunk. Nagyon sokan vagyunk alul. Én úgy gondolom, hogy jó is megy a utánpótlás nevelésünk. Bár van egy-egy korosztály, ami egy kicsit kilóg, de azt is meg tudtuk oldani. Például az ifi csapatra gondolok, ugye sajnos idén nem tudtam indítani ifi csapatot, de a 3-4 legtehetségesebb játékos meg tudtuk tartani, és a Miskolccal csináltunk egy fúziót, és ezáltal tudnak játszani az Ebelú 18-ban, ami nagyon nagy segítség nekik. Úgy gondolom, hogyha nem is csapattal, de egy-két ilyen 3-4 játékossal tudunk szerződést kötni, mi tudjuk tartani őket,
És mi továbbra is az a cél, hogy a saját nevelési újpest fiataljakat próbálunk beépíteni a felnőtt csapatba. Kire lehet, illetve úgy kérdezem, hogy mikor lehet rámondani egy fiatal tehetségre, hogy na, ez már arccal az első csapat felé van? Én úgy gondolom, hogy mondani 17-18 éves korában már lehet mondani, de mikor, ha azt mondjuk, hogy odafér, az 20-21 éves korában. Szóval nem elég a tehetség, ugye egy felnőtt csapatnál, főleg ami már nálunk is van, de ugye a Moligában most már minden csapatnál olyan profi hozzáállás kell, amit nem biztos, egy nagy tehetség meg tud oldani. Ha meg tud oldani, akkor bent tud maradni a csapatban, de nem úgy áll hozzá, nem olyan a moláris hozzáállása, akkor el fogjuk küldeni. Volt is ilyen játékos, aki hiába volt nagyon nagy tehetség, nem állt be a sorba, és megköszöntük a játékát. Hiába tehetséges, ha nincs meg az a bizonyos kitartás, az alázat. Ezt te tudod, azt hiszem. Mi kell ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a tehetségeket és a játékosokat? Hát, ugye, ez nagyon nehéz kérdés. Válaszolni lehet egyszerűen. Ugye egyszerűen azt lehet mondani, hogy pénz kérdése. Azért tudni kell, hogy még mindig magasan a legkevesebb költségvetéssel dolgozunk. Ugye én úgy gondolom bízhatok a saját nevelési játékosunkat, hogy most nem mondok összeget, de pár valamivel magasabb gázsia nem fog elmenni innen Újpestre, hanem itt fogja tartani a szíve, hanem nekem kell dolgozni a vezetésnek, meg a klubnak, hogy meg tudjuk adni azokat az anyagi feltételeket, ami tulajdonképpen meg kéne adnunk, hogy ne menjenek el. Adunk játékost a válogatottba, vagy van esély arra, hogy válogatott játékosunk legyen? Igen, szerencsénk volt, hogy az első mérkőzésen a bajnoki rajtnál a Novi Zámkival Érsekújvára, amikor döntetlent játszottunk, ott is kiemelte Csernomáz a magyar válogatott edzője, hogy van 2-3 fiatal játékos, akire számítani és megnézni egy bővebb keretbe. Ugye most 2 héten belül lesz egy válogatott összetartás. Meg kellett nevezni 4-5 játékos, akit most nem szeretnék a válogatott keretbe, a 30-as keretbe, hogy behívják. Én úgy gondolom, hogy most hosszú évek után szerintem 6-7-8 éve nem volt olyan, hogy újpesti játékos lett volna a válogatottban. Úgy gondolom, hogy most a bővebb keretben 1-2 biztos, hogy lesz. És úgy gondolom, ebből lehet látni, hogy az a 4 év úgymond meló, amit nagyon sokan kinevettek minket, hogy utolsók vagyunk, talán most bizonyítja be, hogy érdemes volt azt a 4 évet csinálni a vezetőséggel együtt. Személyes kérdés a végére. Hogy érzed magad? És azért még egy icipici, hogy bírod ezt a rengeteg munkát? A munka, megszoktuk, ugye azért ismersz engem, beszélünk sokat, ugye ezt megszoktam, ezt kell csinálni, ugye ezt vállaltam, én úgy gondolom, van mikor besokalok, de ha 1-2 napot nem vagyok lent, akkor meg nagyon hiányzik. Ez a dolgom, ezt kell csinálni. Én jól vagyok, főleg azért, hogy amit azért ki szeretnék emelni, hogy én úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legtehetséges edzőjét is ide tudtam hozni, ugye Szilasi Zoltánt, akivel ugye beszéltél, főleg azért, mert Újpesten játszott is, sőt velem egy csorba is játszott még abban az időben. Az ő mentális ereje, a tudása, meg úgy gondolom a hozzáállása olyan példamutató, hogy ebből még a csapat is tud hozzátenni magának. Reményeim szerint ő is nagyon jó bevált, de ugye nagyon az elején vagyunk, nem mondhatjuk, de maga a nyári felkészülés és amit a Zoli csinál itt a jégen, úgy gondolom, hogy példaértékű és nagyon jó. Az előző videó előtt a felzárkózásról volt szó, de azért el kell mondanunk, hogy a jégkorong területén korábban is voltak sikereink. A következő felvétel tökéletes példa erre. A közelmúltban fantasztikus siker főszereplője volt egy 16 esztendős újpesti diáklány. Kis Simon Franciska az U18-as női jégkorong válogatott játékosaként világbajnoki címet nyert. Az ifjú hölgy már 10 esztendeje korongozik a fiúk között a budapesti sztárok csapatában. Szorgalmának, na és tudásának köszönhetően egy éve meghívták az ifjúsági és a felnőtt válogatottba is. A 2011-es év különösen jól sikerült az ifjú hokisnak, hiszen az olaszországi kvalifikációs világbajnokságot veretlenül nyerte a magyar válogatott, majd óriási meglepetést okozva Norvégiában is a győzelmi dobogó legfelső fokára állhattak a lányok. Franciska a Csokonai Gimnázium 10. osztályos tanulója. A világbajnokot a hét elején tanárai és diáktársai köszöntötték az iskolában. Norvégiában jártunk szilveszterkor, és egy világeseményen vettünk részt, az U18-as jégkorong válogatott szerepelt Norvégiában egy Divízió 1-es világbajnokságon.
ahol megnyertük ezt a Divízia 1-es világbajnokságot, és felkerültünk a legjobb 8 csapat közé. A tanulás mellett még rengeteg feladat vár a fiatal tehetségre, és már nem csak az ifjúságiak között. Először is most még lesz egy felnőtt világbajnokság, ahol a több 95-96-os játékos is befér a keretbe. Utána pedig készülünk az A-csoportos VB-re, ugye a legjobbak közé, a 8 legjobb közé, és hát reméljük, hogy nem fogunk kiesni, hanem hogy próbálunk bent maradni, és ezért fogunk harcolni mindenféleképpen. Franciska, aki a válogatott csapatkapitánya, szerényen elhallgatta, hogy mindkét tornán a szakemberek szavazatai alapján a legjobb hátvédjátékosnak választották. Újpest önkormányzata is figyelemmel kísérte Franci teljesítményét. Elismerősüket 2011 decemberében 50 000 forintos támogatással fejezték ki, amelyet már átutaltak az ifjú tehetségnek. Hosszú távú siker nincsen jó alapok és utánpótlás nélkül, hokisokból pedig már korábban is látszott, hogy tehetségekből nem lesz hiány. Nagy volt a nyüzsgés a Megyeri úti jégcsarnokban szeptember 2-án. Az ország több városából is érkeztek kis jégkorongosok, hogy az első Purple Cup-on, azaz Lila Kupán mérettessék meg magukat. Összesen 8 U10-es csapat suhant az újpesti jégen. Az első, hagyományteremtő célra a megvalósult kupát a Magic Box szervezte, Újpest önkormányzata pedig támogatta a rendezvényt. Osváth Kálmán önkormányzati képviselő köszöntötte a sportolókat és szüleiket. A versenyt szoros küzdelemben az UTE jégkorongos palántái nyerték. A díjakat Ladon Sándor önkormányzati képviselő és Ancsi János adták át. Korábban említett kezdeti nehézségek ellenére az évek során legendás játékosokká vált több újpesti sportoló is. Ilyen Sikorcin Ladislav is, aki másfél éve búcsúzott a jégkorong rajongóktól. Én Sikorcin Ladislav. Esküszöm. Több mint 10 éve, 2011 áprilisában kapta meg a magyar állampolgárságot a szlovák származású Sikorcin Ladislav. A csatár akkor már a Csíkszeredában játszott, a honosításra pedig azért volt szükség, hogy a magyar válogatottban kergethesse a korongot. Most egy nagy, a szurkolók által szervezett ünnepségen búcsúztatták a kiváló hokist, aki ebben a szezonban már nem öltött szerelést, nyáron ugyanis bejelentette, hogy visszavonul. Azt mondta, az itt töltött éveket mindig a szíve legmélyén őrzi majd. Mindig is értem, mint a második otthon itt volt Újpesten, és most is jöttem ide, és ismerem sok emberek, és sok szurkoló, és én érzem, hogy a otthon. Sziki nagyon fog hiányozni, és nem csak az újpesti, de a teljes magyar jégkorong élet köszönettel és hálával tartozik neki, mondta el az újpesti hoki egy legendás alakja. Nagyon fiatalon, 19 évesen jött hozzánk játszani az Újpestbe, az Luhával és a Dubekkel együtt játszott egy sorba, 2 éven keresztül szerintem a akkori bajnokság legjobb sora volt, utána elvitte az élet tőlünk a Szikit, ugye 7-6 vagy 7 évet játszott Alba Volába, ugye Fehérváron a Eber csapatban, ami nagyon nagy dolog, hogy egy újpesti játékos oda be tudott férni, ott is én úgy gondolom meghatározó alakja volt a Eber Volának. Tudjuk azt, hogy válogatott is nagyon sokat köszönhet neki, sok világbajnokságon játszott, és nagy örömünkre, ugye Alba Volán után visszajött Újpestre, és 5 évet itt tudott hokizni. Nehéz volt megtartani, azért ugye gyereke született, külön élni a egyéves gyerektől, feleségtől kezdve, de nagyon-nagyon szerette ezt a hokit, és én úgy gondolom az újpesti szurkolókat, meg a város nagyon szerette, és most is azt mondta, hogy a örökké a szívébe fog élni. Szikit a klub is köszöntötte a MAC HKB Újbuda elleni meccs előtt. A szurkolók hosszú perceken skandálták a nevét. A csapat pedig meg is adta a módját az ünneplésnek. Hosszabbításban 2-1-re legyőzte a fővárosi riválist, ezzel pedig továbbra is őrzi helyét az Eszteliga élmezőnyében.
És ez már a jelen. Aki néhány hete kilátogatott az újpesti jégpályára, a saját szemével győződhetett meg arról, hogy milyen ígéretes az utei korongozóinak következő generációja. Olyannyira, hogy már másodszor hódítják el a három királyok kupát. Nagy volt az izgalom a három királyok U8-as hokitorna döntőjén az újpesti jégpályán. Az immáron második ilyen megmérettetés utolsó napján, január 5-én az UTE és a HSS együttese jutott tovább a négyes döntőből, és játszhatott a kupáért, amelyet egy szinte utolsó másodperces találattal végül idén is az újpesti fiatalok emellettek magasba. A tornán összesen 10 gólt szerző Mayer Liliana nem csak a mindent eldöntő találata miatt ünnepelhetett. Nagyon nagy öröm volt a csapatnak, hogy ezt belőhettem, mert igazából így lettem a torna gól királya. A torna legjobb kapusa a végig kiváló eredményt nyújtó Csebertalom, a Hockey Stars Studio a HSS hálóőre lett. És hogy melyik meccsre a legbüszkébb? Nem tudok dönteni abban. Hát inkább erre a legutolsóra, mert hogy így végigjátszottuk az egészet, és csak az utolsó percben kaptuk be. A három királyok legjobb játékosa címet idén a Dunakeszi Városi Sportegyesület egyik kispárduca, Horváth Nagy Zsófi érdemelte ki. Hát szerintem attól, hogy szépen emelek, meg hogy szépen cselezek. A 13, köztük egy vidéki csapat részvételével lebonyolított torna szervezője a döntő izgalma után már nyugodtabban készített leltárt. Három királyok torna az dráma nélkül nem zajlik le. Ez most is így volt, több mérkőzésen is volt dráma, de ez, ami a döntőben történt, az utolsó pillanatban szerzett találattal győzött ugye az UTE egy Nura, szóval ez úgy azért megkoronázta az egész rendezvényt. És a torna méltó lezárása volt az újpesti jégpálya 2022-2023-as szezonjának is. Nagyon jó tapasztalataink vannak, gyakorlatilag szinte végig telt házzal ment a jégpálya, úgyhogy szeretném bejelenteni, hogy idén is meg fogjuk valósítani a jégpályát az adventi vásárral együtt, úgyhogy idén és jövő januárban sem maradnak jég nélkül a kerület lakosai. Addig azért, hogy a január 8-án bezárt jégpálya újra kinyisson, kell még egy kis idő. Ám az biztos, hogy ezek a gyerekek, vagy épp az utánuk jövők, akkor is itt lesznek a jégen. Ez volt mára az újpesti retro, köszönöm a figyelmüket. Aki az interneten keresztül nézne bennünket, ne feledkezzen meg feliratkozni a YouTube csatornánkra. Találkozunk legközelebb.